Két országos jelentőségű rendezvényen van túl Tiszafüred, és a hétvégén újabb kétnapos esemény, a Decathlon tavi napok következnek. Az elmúlt események értékeléséről és a közeljövő feladatairól kérdeztük Újvári Imre polgármestert. Én úgy gondolom, hogy nem panaszkodhatnak sem a tiszafürediek, sem azok, akik ide vendégként érkeznek, hiszen egymást érik a többnapos, nagyon látványos, nagyon szórakoztató rendezvények. Arra kérem polgármester urat, hogy a halas napokra térjünk vissza. Vannak-e esetleg már objektív, számszerű adatok, amelyek az eredményességet, a sikert mérik? Egy ilyen körülbelüli számot tudnék mondani, azért több tízezerre teszik a látogatók létszámát a tiszafüredi halasnapok idején, tehát én azt gondolom, hogy összességében egy nagyon sikeres rendezvényt tudhatunk magunk mögött. A sajtó visszhang is nagyon pozitív volt, amit én nagyon fontosnak tartok, hiszen ezáltal Tiszafüred nevét is öregbítjük és pozitív irányba visszük tovább az országos sajtóban. Tehát mindenki részéről egy pozitív visszajelzést kaptunk szinte. Természetesen vannak mindig olyan kritikák, amelyek építőjellegűek, vagy alapvetően inkább csak rosszindulatúak, de az építőjellegű kritikát azért azt mindig megvizsgáljuk és megpróbáljuk javítani. Tavaly például a parkolással kapcsolatban volt ilyen jellegű észrevétel, valamint az üdülőkörzetben lakók kérték, hogy mivel az utak nem aszfaltozottak, ezért a járműforgalom, hogy arra lett terelve, ezért a megnövekedett járműforgalom miatt több por, több zaj van, ezáltal nekik az életük abban a három napban nehezebb. Ezért a Tiszavíz Kft-től locsolóautót béreltünk, a saját kisebb járművünkkel is locsoltuk az utat, előtte kátyúzva volt, tehát hogy ne legyen kátyús, illetve napközben ügyeltünk arra, hogy a locsolóautó az járhatóbbá tegye az utat, ezáltal az út mellett lakóknak az életminősége se romoljon, úgyhogy ők is elégedetten nyilatkoztak, hogy a korábbi évekhez képest a megnövekedett járműforgalom most elviselhetőbb volt így ilyen szempontból. A parkolás most hogyan oldották meg? A tavalyi gyakorlat bevált-e és hasznos volt-e ugyanúgy, mint ebben az évben? A tavalyi gyakorlat bevált, és olyannyira, hogy gyakorlatilag már olajozottan működik ez a rendszer, tehát ugye a forgalom elterelése a kijelölt útszakaszokra, valamint a parkolás a már tavaly is igénybe vett özővédőcéggel teljesen zökkenőmentesen folyt. És hogy még az első kérdésre válaszoljak, hát számokban talán a parkolással lehet legjobban lemérni, hogy mennyivel többen voltak a halasnapon. Az idei parkolási bevételünk több mint 1 millió forinttal haladta meg a tavalyi évit, tehát ez is rekord. Már a tavalyi parkolási bevétel is egy rekord volt azok korábbi évekhez képest, az idei évi pedig még a tavalyi rekordot is fölülmúlta. Tehát én azt gondolom, hogy helytállóak azok a kijelentések, amelyek azt mondják, hogy több évre nézve is ez volt az egyik leglátogatottabb halasnap. Tehát itt fordultak meg most a legtöbben, úgyhogy erre külön büszkék vagyunk. A programokról azt hiszem, hogy mindenki értesült időben, nagyon sok helyen megjelent, részletes programajánlatot, kínálatot kaptunk. Nem tudom, önnek van-e egy olyan papír az asztalán, ahol a programokat esetleg kipipálta, hogy mi az, ami megvalósult és egyértelműen sikeres volt, vagy esetleg volt-e olyan, ami elmaradt, hiszen ezt mindenhol olvashatjuk, hogy a szervezők a változtatás jogát fenntartják. Volt-e olyan, ami esetleg programként elmaradt, mert valami szervezési gond volt vele, vagy az előadók nem tudtak eljönni? Azt a mondatot mindig odaírjuk egy rendezvény végére, hogy a szervező a változtatás jogát fenntartja, hiszen bármi közbejöhet, akár időjárási tényező, akár a fellépő részéről, vagy akármilyen viszmajor tényező közbeszólhat, és akkor a programon változtatunk, de azért dolgozunk heteken át egy programon, hogy ami kialakul a végleges programterv, azért ahhoz mi mindenféle módon próbáljuk magunkat tartani, tehát azt tekintjük alapvetően a megvalósítandó programnak, tehát én azt mondom, hogy 99%-ban megvalósult az a program, amit terveztünk, és nagyon sikeresen. Tehát én egyik nap sem tudnék olyan programelemet kiemelni, ami nem a terveink szerint valósult volna meg, sőt volt olyan, ami várakozáson felüli volt. Én például kiemelném a pénteki napot, amely mind a felvonulás, mind pedig az esti koncert szempontjából egy rekord szintén, hiszen sokan mondták, hogy pénteki napon, koncerten vagy felvonuláson ennyi embert még nem látok az utcákon vagy a halastéren. Ez egy külön öröm számunkra, mert azért a háromnapos programsorozat közül általában a szombati nap szokott lenni a fő nap,
akkor van az a fellépő, akire a legtöbb embert várjuk, de most itt a pénteki nap is egy nagyon jó napnak sikeredett, tehát mondták ott akár a vendéglátósok, vagy akár egyéb szolgáltatók, hogy a pénteki nap is beillett nekik egy főnapnak, már a bevételük alapján is. Tehát elégedetten nyilatkozott erről mindenki, mind a Hooligans koncerten, mind pedig a felvonuláson nagyon sokan voltak, és én a felvonulást emelném ki talán mégiscsak a pénteki napból. Sokkal többen vettek részt, hiszen több mint 500 ember vett részt a felvonuláson, nagyon sok csoportunk volt, nagyon színes, ami szintén fontos, hiszen az egy dolog, hogy sokan vonulnak föl, de az egy másik kérdés, hogy mennyire színes. Hány program van közben? Igen, a helyi fellépőink is újból bizonyították, hogy büszkék lehetünk rájuk, mert nagyon tehetségesek, nagyon jó fellépőink vannak, új koreográfiákkal képesek előállni, öröm volt látni ismét a gyermekeinket ott menetelni, és itt is szeretném kiemelni azért a TRV ZRT-t, tehát ezzel épp szerintem nem mondtam helyesen, nem a Tisza Víz Kft., hanem a TRV ZRT volt az, akinek a locsolóautójával, ugye mint szolgáltatást igénybe vettük, és a felvonulás előtt is locsolta az aszfaltot, hogy azért elviselhetőbb legyen a felvonulók számára, illetve a nézők számára egy kicsit a hőmérséklet, de azt gondolom az idő is kegyes volt hozzánk, tehát nem volt sem annyira meleg, nem verte el az eső sem a programokat, tehát összességében azt gondolom egy nagyon jó halasnapot adhatunk magunk mögött idén. A halasnapoknak nagyon régi jellemzője már, hogy ahogyan ön is említette, a helyi művészeti csoportok, előadó művészeti csoportok rendszeresen fellépnek. Az ő felkérésük az hogyan zajlik egyébként? Tehát nekik bőséggel van idejük arra, hogy felkészüljenek esetleg új műsorszámokkal? Én azt gondolom, hogy igen, meg itt megmutathatják azt a műsorszámot is, amit adott esetben már egy másik versenyen, vagy egy másik rendezvényen bemutattak, tehát mi nem várjuk el azt, hogy halasnapra külön készüljenek valami produkcióval, hanem mi önmagában annak is örülünk, hogy felvonulnak a helyi művészeti csoportjaink is, megmutatják magukat, sőt ugye annyira öröm mindig nézni a fellépéseiket, hogy én magam is szívesen látom ugyanazt a produkciót is, akár hétről hétre, de azért mindig készülnek újakkal, hiszen mind az oktatóik, mind az alapítványok, az egyesületek vezetői fogékonyak az újításokra. Tehát látszik az, hogy a tanárok figyelik az újdonságokat, és azokat próbálják beépíteni akár a modern táncnál, akár a néptáncnál. Szóval lehetne mondani, hogy akár a zenekaroknál is, tehát a fúvózenekar is mindig képes, hát látjuk az évvégi koncerten, vagy az új búcsúztató koncerteken, hogy mindig képesek új dolgokkal előállni, úgyhogy nekünk ezt nem kell külön kikötni, ők ezt tudják a dolgokat, és van idejük fölkészülni. Egyébként a felkérés mindig ugyanúgy zajlik, gyakorlatilag már várják, hiszen évről évre ez egy bejáratott rendezvény már, tehát itt nem kell, azért a legtöbb résztvevőnek már nem kell külön mondani azt, hogy elvárjuk és szívesen várjuk, hogy ott legyenek. Mi el is mondjuk ezt mindig a civil szervezeteknek, akár a pályázatok kiírásánál is, vagy a pályázati támogatás elnyerésénél, ők ezt tudják, hogy városi rendezvényeken szívesen látjuk őket és részt vesznek. A nevesebb előadó művészekről szeretném kérdezni, meg voltak-e elégedve az itteni körülményekkel? Azért is kérdezem öntől, mert azért néhány évvel ezelőtt volt kifogásuk, hogy hát tulajdonképpen ott annyira szabad tér van, hogy azért komfortos öltözőt nem tudunk nekik biztosítani, ám hát talán a tervek között volt, hogy az a szabadtéri színpad az kiegészül majd esetleg öltözőkkel és egyéb helyiségekkel is. Ez a fejlesztés, ez most is a terveink között van, tehát nem vetettük el. A hasteret önmagában kell fejleszteni, hiszen a színpad tető szerkezete is megérett már a felújítása, illetve maga a szabadtéri színpadnak nem csak a felújítása, a bővítése is azért napirenden van. És így van, most úgy mondom, hogy az infrastruktúrája, nevezzük így röviden a halastéri színpadnak, az öltöző, a vizes blokk, az is mindenképpen esedékes, amint lesz szerepályázati lehetőség, ezzel élni fogunk. Aki idejön fellépő, annak nem árulunk zsákba mocskát, tehát tudja, hogy egy szabadtéri rendezvény, azért itt sátrakkal, faházakkal és egyéb ilyen objektumokkal próbáljuk komfortosabbá tenni az itt létüket, nem volt panasz. Azért magára a kiépítettségéről a rendezvénynek a lebonyolítására, illetve arra a kiszolgálásra, amit fogadta őket, tehát meg voltak elégedve, pozitívan nyilatkoztak. Látható volt azért a fellépősztárok Facebook oldalán, hogy még jót is mulattak egy-két eseményen, hiszen láthattuk ugye a Kassa Tibi által megosztott partikukát, hogy milyen észszerű volt, és még volt egy-két ilyen húzás, ami úgy hát jó kedvet és derültséget váltott ki az itt lévő vendégekben. Illetve hát mi az önkormányzat is igyekeztünk olyan újításokat belevinni a rendezvénybe,
ami az itt lévő, a ide látogatóknak a kényelmét szolgálja. Például ilyen volt a Letfalnak az ötlete, ami nagyon bevált, hiszen akik hátrébb állnak a koncerten, ugye annyira tömve volt a halastér, hogy aki nem áll jó helyen, az nem láthatja annyira a színpadon fellépő zenekart, vagy művész, de ez a Letfal ebben nagyban tud segíteni. De hát amit ki tudnék még emelni, amit jövőre mindenképpen ugyanúgy fogunk csinálni, hogy a Szabadstrandon is volt már színpad. Tehát most ugye a halasnapi programokon is lehetett látni, hogy ugye nagy színpad, kis színpad, így híreltük a programokat. A Szabadstrandon, akik ott vannak és egész nap fürdőznek, azért nem biztos, hogy elmennek a halastérre is, az a tapasztalat. Tehát ha van ott egy kis színpad felállítva tehát a Szabadstrand mellett, akkor oda a közvetlenül a vízpart közelébe visszük le a programokat. Ez egy nagyon jó ötlet, ez nagyon bevált, és például az erős emberek versenyén, ami ott került lebonyolításra, vagy egyéb kisebb színpadi programokon láthattuk, hogy tömve volt ott is a Szabadstrand környéken, tehát a kis színpadnak van, a kis színpadi programoknak létjogosultsága, úgyhogy ezt a jövőben is szeretnénk ugyanígy megvalósítani. Mikor kell készülni a következő évi halasnapokra? Már a következő naptól, hogy véget ért a halasnapok, tehát erre készülni kell, csak ugye nyilván, ahogy itt van a nyakunkon a többi rendezvény, a Tiszatavi Vágta, ami már ugye, amin túl vagyunk, de most itt ezen a hétvégén kerül a bonyolításra a Decathlon családi sportfesztivál. Ez is egy nagyon nagy rendezvény. Nyilvánvalóan, ha ezek a rendezvények véget érnek, utána lesz időnk jobban foglalkozni a következő évi halasnapokkal vagy a rendezvényekkel. De természetesen ötlet szintjén, illetve az agyunkban már megvan, és foglalkozunk vele. Tiszatavi Vágta egy nagyszerű rendezvény volt, úgy hallottam, illetve amit én láttam, az valóban nagyon látványos volt. El tudja árulni, hogy került végül is ide a sok-sok jelentkező közül, ide Tiszafüredre a rendezvény? Hát ezért lobbizni kellett, tehát ez nem úgy működött. Jó helyen kellett, jó helyen. Nem úgy működött, hogy ez dobta a gép, és ennyit nyertünk, hanem már évek óta megfogalmazódott ez az igény, hogy jó lenne egy ilyen rangos rendezvénynek a helyszíneként Tiszafüred is. És ugye tavaly a Hősök terén, amikor Gyöngy Tamás is részt vett a döntőn, a Nemzeti Vágta döntőjén, akkor beszélgettünk, hogy már ideje lenne, hogy a Tiszafürednek is lenne egy elővágtája a Tiszatónak, és megvalósult. Tehát én azt tudom mondani, hogy megálmodtuk, és megpályáztuk, és megvalósítottuk. Tehát nagyon röviden, tömören ezt így lehetne megfogalmazni. Ebben természetesen nagyon sokan segítségünkre voltak, hiszen ahogy 2015. szeptemberében a Nemzeti Vágta döntője lement a Hősök terén, mi onnantól kezdve már elkezdtünk ezért lobbizni. A Vágta döntőjére meg voltunk hívva, mint az érintett település vezetője. Már akkor felvettem a kapcsolatot a Nemzeti Vágta a szervezőivel. Fazekas Sándor miniszter úrral is beszéltünk. Ő is támogató nyilatkozatot adott ki írásban, hogy Tiszafüred helyszínt támogatja, mint elővágta helyszínt. És több körös egyeztetés és tárgyalás után végül is Tiszafüred is bekerült a helyszínek közé. Majd így az idei év tavaszán eljöttek ide a Vágta szervezői, megtekintették a települést, azt a területet, amit mi erre kijelöltünk, és már önmagában az adottságainkat olyan jónak ítélték meg, Tiszafüred adottságait, ami alapján úgy ítélték meg, hogy érdemes nekünk egy bizalmat adni, és mi erre a bizalomra rászolgáltunk, és hát hallottuk az értékelést Bendes Csaba útól, aki a Nemzeti Vágta szervezési igazgatója. Ő nagyon pozitívan nyilatkozott a Tiszatavi Vágtáról. Konkrétan azt mondta, hogy ilyen jó minőségű pálya kevés van az országban, tehát ez külön dicséret illeti, hiszen a pálya minősége az nagyon fontos, hogy rendben legyen, mert a lovaknak, az embereknek is biztonságban kell lennie, a nézőknek is biztonságban kell lennie, mint amellett a jó minőségű pályán lehet egy minőségi versenyt lebonyolítani. Mi ezeknek a feltételeknek megfeleltünk, és már csak 4 Vágta van hátra a 12-ből Magyarországon, de azt mondta, hogy mi az első 3-ban benne vagyunk. Ezt a szervezést illetően, úgyhogy az értékelés a Vágta szervezői részéről az pozitív volt. Természetesen várjuk a konkrét értékelést, mert pontozzák, tehát a különböző szempontok és feltételeknek való megfelelést azt pontozni fogják, úgyhogy ezt majd még várjuk pontosan, hogy ez mennyi, de az összbenyomása az mindenképpen pozitív. Meg kell mondanom, én láttam a pályát akkor is, amikor még senki nem volt rajta, csak éppen, hogy elkészült. Ez az önök ötlete volt, hogy virágokkal, egy feldíszített szekérrel, kapuval egészítik ki a pályát, mert rendkívül látványos volt önmagában a versenyen kívül is. Ez csapatmunka eredménye, azt kell mondjam, tehát én nem lehet külön embereket kiemelni, hogy most ez az én ötletem volt. Van, aki hozzátette, igen, a saját ötletét, hogy szalmabálák legyenek. Van, aki hozzátette
a saját ötletét, hogy virágokkal díszítsük, de egy dolgot nagyon fontos kiemelni, hogy a Nemzeti Vágtának a szervezési jogát elnyerni sem könnyű, de magát a rendezvény megszervezni, az egy külön feladat, hiszen vizsgálják a rendezvény külső megjelenését, hogy mennyire felel meg adott esetben. Tehát milyen példát hozzak erre, mint mondjuk, amikor van egy főzőverseny, és pontozzák nem csak az étel minőségét, hanem azt is pontozzák, hogy a főzőhely a portának a különben mennyire színes, mennyire szép a megjelenés, így van, tehát ezt valahol nagyban így kellett fölfogni, hogy persze elég lett volna csak a pályát kialakítani, biztonsági sáv, meg locsolóautó, meg mentő legyen, egyebek, és akkor lesz, ami lesz, de mi szerettük volna, hogyha úgy pontoznak bennünket, hogy mindennek feleljünk, meg ne csak éppen át menjünk a mérce fölött, és akkor meg vagyunk, mert azért azt tudni kell, hogy aki a pontozás szerint az utolsó helyen végez a rendező helyszínek közül, az automatikusan kiesik. Tehát hiába bonyolítottunk volna egy sikeres versenyt, hogyha a pontozásban az utolsó között végzünk, utolsó helyen, akkor nagy valószínűséggel egy új helyszínnek adnak bizalmat 2017-ben. És azért annyi munkánk van benne már, anyagilag is és erőforrásban is, hogy ezt nem engedhetjük meg. Meg Tiszafüred egy olyan város, és Tiszafüreden olyan emberek laknak, hogyha valamire ígéretet tesznek, akkor azt meg is valósítjuk, és ez így is történt. Tehát én azt ígértem Bendes Csaba úrnak, hogy mi egy profi előfutamot fogunk szervezni, így is lett. Ez egy csapatmunka eredménye, az, hogy a Karácsonyi falunak a kapuját, amit annak idején, hogy a Józsa Kft. Jó voltában megkapott Tiszafüred, ezt most fel tudtuk használni arra, csak egy kicsi kreativitás kellett hozzá, hogy a Nemzeti Vágtának előfutamának az legyen a bejárata. A virágok kihelyezése az, hogy a Nemzeti Vágtára érkezőket ilyen szép külső fogadta, az a Tiszató Kft. Munkatársainak az érdeme, az, hogy így fel lett építve maga a rendezvény, a rendezvény támogatói között felsorolt vállalkozóknak az érdeme, hiszen ők hozzájárultak nagyban. Ki tudnám itt emelni a Földgép Kft-t, vagy a Hegedűs Hús, Vétét Hegedűs Sándorolat, akinek a szakmaisága nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy nem csak a Nemzeti Vágta, hanem a fogadhajtó verseny is olyan profi nézőkenőmentesen zajlott le, hiszen most igazságtalan lenne csak a Nemzeti Vágtáról beszélni, mert azért itt ki kell emelni, hogy volt egy nagyon színvonalas, és nagyon ez sok... Ez a nevét a rendezvénynek. Nagyon sok résztvevővel ellátott fogadhajtó verseny is, de a kettő együtt egy nagyon ütős lovas rendezvénynek sikeredett, és mi mindenképpen szeretnénk megpályázni a következő évben is. Biztatott a szervező arra, hogy eséllyel fogunk pályázni a következő évi rendezési jogra, úgyhogy nagy várakozással tekintünk a jövő elé. Tehát akkor Tiszafüred mindenképpen kap valamiféle írásos értékelést, amikhez aztán majd lehet viszonyítani, hogy mit csináltunk jól esetleg, mi az, amivel még ki lehet egészíteni. Igen, de már a rendezvény helyszín, tehát a rendezvény végén a helyszínen levontuk a konzekvenciákat, tehát jövőre mindenképpen több emberrel fogjuk biztosítani a területet. Ugyanis ez inkább pozitív kritika, egy pozitív meglepetés volt, hogy ennyi ember látogatott ki az első tiszatavi vágtára, hiszen a döntőn, ami ugye este 5 óra és 6 óra között volt, több ezeren voltak kíváncsiak. És több szállásadó jelezte, hogy voltak olyan turisták, akik csak azért jöttek a városba, hogy a Nemzeti Vágtát meg tudják nézni. Tehát ez Tiszafüred a város szempontjából, a régió szempontjából ez egy nagyon komoly turisztikai vonzerővel bíró rendezvény. Gazdaságilag mérhető értéke van, tehát már csak azért is érdekünk gazdasági szempontból is. Nem csak mondjuk presztízs kérdés az, hogy egy Nemzeti Vágtá előfutama helyszíne lehet egy település. Mondjuk Jászberény is 60 is pályázott, tehát látjuk, hogy nagy települések igyekeztek pályázni erre, de szerencsére mi futottunk be, úgyhogy Tiszafüred jól vizsgázott, én azt gondolom, és nem vallottunk szégyent. Remélem jövőre is tudunk akkor erről beszélgetni majd. Decathlon említette már az augusztus 6-7-i rendezvényt. Mennyiben városi rendezvény ez, és mennyiben az áruházlánc rendezvénye? Nos, ez egy nagyon nagy szabású rendezvény, tehát önmagában Tiszafüred városi önkormányzata sem anyagilag sem erőforrásokat tekintve nem lenne képes, emberi erőforrást tekintve nem lenne egyedül arra képes, hogy egy ilyen rendezvényt megszervezzem, de szerencsére több olyan partnert találtunk, akik támogatták azt az ötletet, hogy egy ilyen sportrendezvényt, egy ilyen sportfesztivált Tiszafüred helyszín gazdája, tehát Tiszafüred legyen a gazdája a rendezvények, és egy ilyen helyszínnel itt megvalósítsunk. Úgyhogy a Decathlon Sportáruházlánc, a Magyar Kajakkenu Szövetség, Magyar Szabadidő Sportszövetség és még néhány olyan partner állt Tiszafüred város önkormányzata mellé, akikkel közösen egy ilyen nagyszabású rendezvénynek a szervezését felvállaltuk.
Ez rendkívül széles körű, már amennyit a programfüzetből le lehet olvasni. Tehát itt nagyon sokféle programot, helyszínt, lehetőséget és szórakozást biztosítanak. Mi az, amit önöknek elő kell, vagy elő kellett már készíteniük? Itt nagyon sokan nem is gondolják azt, hogy mekkora rendezvényről beszélünk, tehát sokan csak egy szórólapot látnak, vagy egy plakátot, de sokan nem is gondolnák azt, hogy ez mekkora rendezvény, és milyen nagy jelentőségű rendezvény ez Tiszafüred számára, hiszen először is azt kell kiemelni, hogy hogy Magyarország legnagyobb sportáruháza állt mellé, tehát fogott össze Tiszafüreddel azért, hogy egy újabb országos jelentőségű rendezvény helyszíne legyen a településünk. Tehát már én azt gondolom, hogy önmagában ez egy nagy dolog, hogy egy ennyire sikeres sportáruház lesz, mint a Decathlon, Tiszafüreddel összefogva. Azt mondta, hogy sem anyagi, sem emberi áldozatot nem sajnálva, Tiszafürednek bizalmat szavaz, és csináljunk ide egy kétnapos szabadidő sportfesztivált, ami ráadásul Magyarország első auditált és minőségbiztosított sportrendezvénye lesz, majd később mi kitérünk, hogy pontosan mit is jelent. És nem csak Tiszafüred, hanem a térség szempontjából is nagyon fontos, hiszen a rendezvény keretén belül lesz egy Tiszató Expo, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a Hortobányi Nemzeti Park, valamint a Tiszató körüli települések és szolgáltatók bemutassák, hogy ők mit tudnak kínálni az ideutazók számára. Tehát a rendezvénynek két nagyon fontos cél van. Az első és nem titkolt cél az, hogy Tiszafüred és a Tiszató szépségeire, természeti vonzereire felhívja a figyelmet. Hogy röviden összefoglalva mondjam, tehát Tiszafüred egy jó hely, és legalább egyszer az életben mindenkinek el kell ide-ide jönni, hogy ezt lássa. Tehát nekünk ez a vezér üzenetünk, amit kommunikálunk. A második nagyon fontos dolog pedig, hogy Tiszafüred sportos város, és hogy a mai világban ugye mennyire fontos a sportnak a fontosságára felhívni a figyelmet, mi ezt fölvállaltuk, és ugyanúgy, ahogy a tiszai halászlével, vagy a halfogyasztásnak a népszerűsítésével az egészséges életmódra kívánjuk felhívni a figyelmet, azért azt szeretnénk, hogy Tiszafüred nevét ezzel is összekössék, hogyha egy turista eljön a családjával néhány napra egy településre, akkor persze a szállodában is lehet jól kikapcsolódni, meg szállodai programokkal kikapcsolódni, de érdemes egy kis sportot belevinni a pihenésbe, és Tiszafüred kínál egy olyan rendezvényt, egy olyan turisztikai terméket, ami ide vonzza a turistákat, és aki ezen a hétvégén a településen tartózkodik, az egy kétnapos sportolást is be tud iktatni a kikapcsolódásába. Vagy pedig, ha még most nem jött el, akkor vélhetően a rendezvény nagyon jól fog sikerülni, hogy kedvet kap hozzá, és jövőre már úgy tervezi a hétvégét, hogy Tiszafüredre augusztus 6-án, 7-én mindenképpen el fog jönni, vagyis azon a hétvégén, amikor a Decathlon tavinapok lesz, és meglátogatja Tiszafüredet. Maga az áruházlánc az mit hoz ide? Mi az, amivel ő hozzájárul? Nagyon sok mindennel, tehát a rendezvénynek nem véletlenül a névadó szponzora a Decathlon, hiszen anyagilag is egy jelentős összeggel járul hozzá a rendezvényhez, ez támogatási szerződésben van rögzítve. Ezen kívül pedig nagyon sok vízi és vízparti eszközt hoz majd, amivel kit fog települni. Tehát itt azért nagyon sok sporteszköz kell majd letelepíteni, és ehhez kellnek majd hostessek, kellnek profi oktatók. Az fontos tudni, hogy itt nagyon sok vízi és vízparti sporteszközt lehet majd kipróbálni. Lehet kajakozni, kenuzni, sárkányhajózni, lesz sárkányhajó roadshow, ezen kívül lesz trambolinpark, lesz kerékpáros és rolleres ügyességi pálya, lesz strandtenisz, lehet vízilabdázni, lesz ávaevezés, tehát nem lenne elég ez a riport arra, hogy felsoroljam azt a rengeteg sporteszközt, amivel kitelepülnek, nem csak a Magyar Kajakkenu Szövetség, hanem a Decathlon is. És ezekhez ugye kell biztosítani profi oktatókat, tehát minden eszköz mellé profi szakemberek lesznek állítva, ezzel is a Decathlon járó hozzá. A helyszín az melyik lesz, hova menjünk? A Decathlon sziget, az gyakorlatilag a Morotva sziget, az lesz a központja, a kerékpáros pihenőpark, így van, de a Szabadstrandnak a teljes területe, valamint a Halastérnek a nagy része is be van vonva ebbe a rendezvénybe, tehát közel 20 hektáron lehet vízparton és a vízen kipróbálni a sporteszközöket. Ez mennyire zárt rendezvény? Tehát ez egy ingyenes rendezvény. Ingyenes, és bárhova oda lehet menni, érdeklődni, kíváncsiskodni, kipróbálni? Így van, ez egy ingyenes rendezvény, hát ez mégiscsak elsőként kerül megrendezésre, tehát ez egy ingyenes rendezvény. Ennek megfelelően is lett hírelve. És amit tudni kell még róla, hogy a Tiszató Expo mellett lesz egy gasztrosétány, ahol a Tiszatóra, a Tiszafüredre jellemző ízeket lehet kipróbálni, és lesznek egészséges ételek, tehát lesznek bioételek is, ha már ugye sportos rendezvényről
beszélünk. Halászlé is lesz. Nagyon fontos kiemelni, és atiszai halászlé, tehát ez nekünk egy kötelező feladat minden fronton reklámozni. Ugye nem győzzük hangsúlyozni, hogy már a Nemzeti Értéktárba bekerült, ami a Hungarikum előszobája. Ez Tiszafüred kezdeményezéssel indult, tehát nagyon fontos, hogy amit miniszter úr bejelentett Tisza Dezsőn, az egy tiszafüredi kezdeményezés, és hogyha a tiszai halászlé Hungarikummal lesz nyilvánítva, az a településünknek, a Tiszatónak egy újabb turisztikai vonzerőt jelent. A rendezvénynek a nagyságát jelenti, vagy mutatja az is, hogy számtalan felületen próbáltuk hírelni. Maga a sportáruház is közel 2 millió embert ér el a hírlevél rendszerével, tehát több százezer hírlevelet küldtek ki, amit még ezen a héten is meg fognak erősíteni. Ezen kívül gyakorlatilag az összes megye székhelyen találkozhattak az érdeklődők óriás plakáttal, ahol dekatonáruházon az országban, Budaörstől Szolnokig, Debrecenbe, Egerben, Miskolcon, mindenhol lehet találni óriás plakátot. Több tízezer szórólapot gyártottak le és terítettek szét. Kisebb plakátokat is minden településen elhelyeztek a Tiszató körül, ugye kiemeltem, ezen kívül a rádióreklám is ment folyamatosan, tévében is láthatták, készült Facebook oldal, weboldal, tehát már úgy indult ez a rendezvény, hogy kétnapos és több tízezer embert megmozgató rendezvényre számítunk, úgyhogy maga a főszponzor is azt mondta, hogy ő csak olyan rendezvény mellé adja a nevét, hogyha nagyban gondolkodunk és nem egy kis falunapban, úgyhogy mi mindenképpen egy nagyszabású rendezvényben gondolkodunk, hiszen arra is tettünk ígéretet, hogy Tiszafüredre olyan országos hírértékkel bíró rendezvényeket hozunk, ami a településnek a hírét viszi. Polgármester úr, köszönöm szépen az értékelést és ezt a meghívót is, és találkozunk majd akkor a Decathlon napokon. Én is köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy minél több tiszafüredi eljön sportolni ezen a hétvégén.